A lilamezes kecskemétiek sok sérüléssel küzdenek, ezúttal első számú irányítójuk, egyben legjobb pontdobójuk, az amerikai Pollard sem játszhatott. Az Alba könnyedén lépett el a meccs elején, főleg Davis és Omenak a kosaraival, és már 15 ponttal is vezetett a szinte csak triplából eredményes vendégek ellen. Alig hanem el is altatta ez a fölény a fehérváriakat, mert a második negyedben hiányzott a Falco ellen többször látott éles és szigorú védekezés, és támadásban is romlott a hatékonyság. Wittmann Krisztián vezetésével élt az eséllyel a Kecskemét, fokozatosan dolgozta le hátrányát, sőt, a nagy szünet előtt a vezetést is átvette, jelezve, hogy nem lehet félgőzzel játszva közelebb kerülni a bronzéremhez. Szerencsére a harmadik negyedtől ezt az Alba is ismét komolyan vette, és miután egy hosszas kosárcsendet a negyed elején átvészeltünk, valahogy jött az újabb jó fehérvári szakasz. A megszerzett labdákkal és lepattanókkal jó ritmusban támadott az Alba, Pongó sorra osztotta a gólpasszokat, és olykor a látványra is adtak a hazaiak. A Kecskemét tisztességgel tartotta magát, de a negyedik negyed közepén már látszott, ezúttal csak ennyi volt a vendégekben. Lukácsék úgyis magabiztosan játszva húzták be az első meccset, hogy Vojvoda Dávid ezúttal a szokottnál kevesebb időt töltött a pályán. A végére alakult ki az addigi legnagyobb különbség, 90-70-re nyert az Alba, ezzel a bronzére megszerzéséhez szükséges két győzelemből egyet behúzott a párharcban, miután túltette magát az elvesztett elődöntő csalódottságán. Nyilván szívesebben játszottunk volna a döntőbe, sajnos ez nem sikerült. Meg kellett találni ide is a motivációt, inkább szeretnék a harmadik helyet, mint a negyediket természetesen. Az elején jól pörögtünk, utána kicsit visszajött a Kecskemét, de szerintem egy kicsit frissebbek voltunk, és a második fél időben lefutottuk őket. A második mérkőzés szombaton lesz Kecskeméten, ha ott is nyert története, 8. bajnoki bronzérmét szerezheti meg a fehérvári kosárcsapat.